Sziasztok, kedves emberkék, üdvözlök mindenkit, Gameborgat is vagyok. Ez a Metro Exodus végjátszásomnak 9. része. Ugye már többen nem mondtátok a múltkor, hogy ez lehetséges. Hogy a... hogy az utolsó rész lesz, és egyébként igen, elég ér. Tehát maga a sztori is afelé hajlik. Ugye elérkeztünk ebbe a Dead City-be, Novosibirskbe. Sosem mondta, hogy ez konkrétan azt jelenti, hogy Új-Szibéria, és van egy ilyen város egyébként az országban, Novosibirsk városa, viszont erősen szennyezett ez a metropolis, igazából ez egy nagy város, mint Moszkva. És ugye most arról is beszél az Artyom, hogy ugye Anna beteg, a térképadatok szerint Novosibirsk eléggé szennyezett, sugárszennyezett, ezért Anna apja is, aki Artyom apósa is egyben, és ugye az ezredes, Artyommal karöltve két speckó megerősített ranger ruhában bemasíroznak Novosibirskbe, és ott egy ilyen kórházi létesítményben megpróbálnak szerezni Annának gyógyszert. Na most ugye elég is, ez egy nagyon veszélyes vállalkozás, ezt ugye nem tudják mi vár rájuk egy ilyen szennyezett cityben, egy városban. És ugye életükben nem jártak még itt, tehát hogy most az egy dolog, aki Moszkvába jönnek és megszokják, megismerik a környéket, de ez egy teljesen új valami lesz. Úgyhogy eléggé veszélyes vállalkozás. Ja, és az, hogy ugye nagyon erős a sugárzás. Radiation is way too high here, so we'll try to get there through the metro. Well, let's get to it. Good luck, Spartans. Good luck. Get to the chopper. No. Break a leg, my friend. You don't get carried away out there, because I know you. Megerősített Ranger vagy Stalker ruhába vagyunk, ugye? Yes. Could you please watch over her for us until Artyom and I come back? Please. Of course. Teddy and I. Ez az ezredes, nem a Miller. Help me, Teddy. Private Teddy mission acknowledged. Ez az ezredes a Miller, már faszom már, s tudom már mi van. Goodbye, Uncle Artyom. Don't worry about Aunt Anna. Dad and I will watch over her. Jó van, kislány, okos vagy, ügyes vagy. Kedves vagy. Hush, shh. She's sleeping. Are you leaving? Yes. I hope we'll make it in time. Anna is strong. She'll be here for you. She definitely will. Just make sure you come back. Thank you, Katya. De ez most az ezredes kolonel, most miért Millert ír? Én azt értem, hogy ezek ilyen oroszok íz, és akkor van egy ember, akit Millernek hívna. De amerikai név az. You're here, Colonel, sir. Thank you. Artyom, this is no Moscow, where you could loiter outside for months. Who knows what monsters live here? So think well what to pack. I'll be waiting at the car. Gear up, Artyom. I cleaned your guns and put all the ammo and resources we had left in here. You're going to need it. Jó, fúra fel vagyok töltve, ugye azt mondta. Én arra gondoltam, hogy ezt a fegyómat...
Ez az a... A bulldog. Már be több maga az infér. Ez volt az. Nekem ez jobban bejött. Ez a fegyó. Jó. Oké. Hát azon gondolkoztam, hogy... Talán nem a... Nem a nyilat kéne vin a számszeréjat. Tök jó meg minden, de... Hogy ezt a szögülövőt, vagy mit, ezt a pneumatikus fegyvert kéne vinni, és azokat a... A gyújtó lövedékeket, ezért mert nem tudom én is, hogy mi vár itt ránk, és még mondta is most az ezredes, hogy Artyom, ez nem Moszkva, nem tudjuk milyen szörnyek, teremtmények kik élnek itt, úgyhogy teljesen ismeretlen és nagyon veszélyes azért. És ez a crossbow, hogy fassza meg minden, de... Mondjuk van hit egyébként. Bár a pókokban is, nem, a pók is egy van hit volt. Nem, legyen ez. Én azt mondom. Oké. És hát nem tudom, ez a sniper is. Melyik ez a bastard? Aha, ez egy SMG. Szerintem én most... Elvisszük a kalasnyikót, jó? Nekem jobban tetszett ez az eredeti fegyverfelállás. Bár én szeretem a crossbow-t meg a nyilakat, de most ez így valahogy nem. Így jó lesz. Oké. Motion scanner, igen, az kell nekem. With it or on it. Ezzel nagyon baszók leszünk. Hol van az ezredes? Nem, tehát
Én úgy gondoltam, hogy ez a... De most nem tudom, hogy itt mennyire lesz szükség sniperre, de hát ezen is van egy négyszeres. Viszont a shotgun nagyon baszó. Ezt kár lenne itt hagyni. Már van még valaki, én szegasztok üd mindenki. Tehát egy teljesen új városban vagyunk, ami még eddig metró játékos szeme nem látott. Let's try to get into the square behind the station. Metro entrance should be there. Vágom térképet, nem tudom megnézni a térképet. Mi a fasz? All right. Walking here would be easier, but we should minimize our exposure. So here goes nothing. Set out. I can see that. Well, let's put those feelings away for the moment, Artyom. We can handle this. I think we can get out through there. Hold on. Pihenés a terv. Eddig aztán. Ja, meg hogy valahova kimozdulunk, de hogy nem buli, hanem így kimenni valahova. Igen, az öreg átvezet minden izén. Fölmegy, az, hogy fölmegy ez a barkasz, hogy mi a faszom. Na most már reméljük jó idő lesz azért egy kicsit. Ja, néha igen kiskér mozdulni, mert ez a téli bentlevés, ez már nagyon uncsi. Na mi van? Bírok kiszállni. We're definitely not entering the metro through here. Too much snow. Szóval nagyon néz ki, hogy itt nem tudunk bemenni a sok hó miatt. Take the wheel, Artyom. I'll handle the navigation. We'd better use the map here. No time for driving in circles. All right. The map puts the metro entrance quite close to our position. Should get us to the city center. Take it, but keep looking around. There might be a way into the metro on the way. Oh, so much. Én azt sem értem, hogyha tehát el akarnak jutni egy ilyen kórházba, vagy mibe, akkor miért kell mindenára minden ára a metró? Tehát miért nem a felszínen mennek oda? Van autójuk is. Annyira nem tűnik nagyon romosnak ez a város, hogy nincsenek az utak eltorlaszolva azért annyira. Nowhere else to go. Try the corner on the left. Don't rush it. We're done for if we get stuck. We don't have time for a walk now. Take the wheel and let's go. Careful, Artyom. Careful. Itt fel. The weather's still getting worse, as well as the radiation. We can't stay here. Turn left. There.
way should take us back to the main road. Na, jó van, api. Ennyi. Bazd meg. God damn it! Another car pile! Lehet irányítani. Let's follow it. Damn. I hope the car could take us further. We'll have to walk from here. And we'll have to be quick. The radiation's rising. The tilters won't last long. Micsoda, hogy látott egy másik autót ott menni? Itt vannak emberek. De jó, hogy még benn ültem, meg nem világított. Hol látott az izét? Kocsit. Na, hogy ilyen magas a hó, aha. Ha. Gonna make you move, aha, make you move, gonna make you move, aha, aha, make you move. Komoly ez a Budapest, gyerekek, hogy kinéz. Igen, Budapest ugyanígy néz, ugyanez lenne, szét lenne baszva. Budapest? Budapest? Te csodás! Én kijátszanék egy ilyen budapestes ilyen game-mel. Mint a magyarok csinálnának egy posztapokaliptikus magyar game-et. És akkor így bejárnánk Budapest. Kurva jó lenne, én nem nagyon örülnék neki. Így eljönnék saját magunkhoz, és így ott lenne a ház, engem. Tök király lenne. Hogy így így lemodelleznék az egész. Mint a Division-ben New Yorkot. Hova menjünk innen? Through the carriage. I'll help you open that. Let's do this. Hogy tatabányát, nem, Gabi? Tatabányát erős atom szennyezés érte. Skeletons all around. These have been here for at least 20 years. Let's move on and keep your eyes peeled. These guys can't hurt us, but the survivors. Most ez az ezredes, ez végig fogja pofázni az egész utat. We need to get to the Lenin Square station. Olyan, mint Fatterom, amikor filmet nézünk, az is folyamatosan mondja, hogy mi történik a filmben. The locals probably didn't last long. Is it being safer down here? No, we've already taken at least triple the norm up there. The tunnels. This is just like back home. We're in our element here. No, I'm not. What do you know? The air is breathable. What's that? Mutants again. Going to have a go at us. Let them try, I say. The straightway is blocked. Take a look around, Artyom. We need to get into the tunnel next to ours. Anyád! A lény ez, bazdmeg. Are you okay? Good. Let's see how you like some of this! Get ready!
Metro is crawling with them. I guess we can handle these. A lútermi. Na. Vissza de felmenni, bazd. Surviving due to that green stuff that radio protector the military issued, and then their stores ran dry, but the radiation was still there, and that was it. Watch out, it's all rotten. Don't fall in. Another day, the bridge is down. There are usually two levels in such collectors. Let's try to get through down there. We could squeeze through here. Durva nézetet bejelentem szennyezetvárosát. Hát egyébként elmondom neked, ha Budapest telibe basznák egy atomrakétával. Egy rendes, tisztességes atomtöltettel. Ami elpusztítja az egész várost. Hát utána... Szerintem majdnem egész Magyarország lakhatatlan lenne egyébként. Tehát az egy dolog, hogy így kb. Budapestet rombolná le egyébként. Mert így a vidéki városoknak úgy baja nem esne, de hát a sugárzástól. Meg hát nyilván akkor körülöttünk a németek biztos kapnának, meg lehet még akkor többiek is, szlovákok, csehek. Mindenhonnan jönne az atomszennyezés egyébként. Tehát itt abszolút ez egy, olyan egy kihalt, egy halálsivatag lenne egész Európa egyébként. De egyébként, ha egyszer netán kitörne egy atomháború, Európába, ami akik biztosra, tuti 1000%-ra kapnának egy puszit, az London. London, Párizs, meg Berlin. Ez a három legerősebb. Az meg. Mindjárt elviszik az öreget, figyeld. Hopp! Mutáns. Hát nincs sok töltényem, bazd meg. I don't like these supports. The whole thing could collapse at any moment.
We're in a station's outskirts. Wait, I'll pop a flare. Damn. This was war, after all. Something out there. Our old pal, the Dushka. A full-blown siege. The defenders were protecting the station entrance. There were quite a few survivors here, until they killed each other off. Looks like that lie in Moscow did work after all. It is better, I wonder. Egyébként az a vicc, hogy tehát ugye az a egyik fő bajuk ezeknek, hogy az Annán kívül, hogy nem tudnak hova letelepedni. Eddig akárhol jártak, szerintem az mind alkalmas volt. Talán a sivatag, igen, az egy kicsit egy kopár meg kies, de a Volga vidék is, ott van víz, élelem, tiszta levegő, van ahol nem is kellett hordani a izét. Itt egy sötét gyerek. Fasz. Are you all right? I'm seeing things too. Radiation. We did catch quite a lot of it. Hogy igazából már akár a Volgánál is tök jól ellennének. Csinálnak farmokat, meg kolóniát. Most az, hogy ott vannak azok a fanatikusok, kit érdekel? Ja, egyébként utána néztem, hogy mi kell a good meg a bad endinghez. Hát eddig 70%-ban járultam hozzá a good endinghez szerintem. Nem tudom. De például a fanatikusokat nem szabad volt volna egyáltalán bántani, meg megöltem egy párat. Another grave. This is where the battle ended. Let's check that gate out. It should lead to the next station. What was that? Shh. There, again. What the hell? Anyád már, hogy ugrálsz, bazd meg. Mi van? Jövök. Come on. That's enough. Let's go. Na jó, de akkor viszont lehetne ilyen rekeszes termőföldeket csinálni, amiben megtisztítják a földet.
Oké. Tehát csak a földet kinyerni és azt megtisztítani valahogy a sugár... Nem hiszem, hogy nem lehet sugármentesíteni. Vagy bármi, vagy nem tudom. Jobb, mint a metró egyébként. A metró alagútnál minden jobb. És még mindig ott vannak, hogy hát izé... Nem találtunk olyan jó területet. Vagy ez ahol utoljára voltak, ez a tajga. És teljesen jó volt. Vígan éltek ott az emberek. Anya, hogy van a környéken egy medve? Kit érdekel? Nem, hogy így... Jó, most egyébként nem volt arról szó, hogy valahol nem fognak kiukadni. De most ugye Annának keresünk gyógyszert. So much dust, abandoned a long time ago. Jól el vagyunk a map szélen. Look around here, Artyom. You might find something useful. Még így szól a játék, hogy nézzek már körbe, mert itt... Figyelj, mert itt van nézé loot. Azért ezt hülyeségnek tartom. All of the metro systems were built similarly, so there should be a ventilation well here. Forward from here, we should get into the ventilation tunnel, and from there to the next track tunnel. Hát olyan jobb nem is érteni. Hát nehezen, hát látod, első két rész ott van, nézd meg. Itt voltál, hát ilyen nehezen, ilyen minden nap egy tortúra, úgy. Éhezve, betegesen, állandó veszélyben, csövesen. Ezek a tajgások tök jól éltek, az indiánok benyom. Dik a gyerek. De miért nem szól neki, hogy állj meg, nem bántalak. Még így megvár a gyerek, vágod. Lakik itt a gyerek, bazdmeg. Most az a izét...
az öreget. Tekerni. Hova lett ez a gyerek? Azt mondta itt outside bajt nézem meg. Pont az Artyomnak mondja, hogy beszéljen vele. Take us to your commander. Why do you want to see him? We're on an important mission, details of which may only be disclosed to ranking officers. You just have to take us to them. Besides, you don't really have much choice. All right. No monkey business, mind you. The station's nearby. Which station is it? Which? It's Prospect, of course. Just one section to the Institute. We're close, Artyom. Wait. All clear. Come on. Wait. You said you were close. But why do you need the Institute? You are persistent. We're on a mission, but that's all I can tell. Mission to the Institute? But there's no more green stuff left there. Mi az a Institute? Jaj. Mert arról többször is ez a szó többször felcsönget. Ingom nincs mellett. Létesítmény vagy. Intézmény, intézet, aha. Hát létesítmény mégis, igen, az is. Green stuff. What's that? You don't know? Wait, which station are you from? Artyom is from the exhibition, and I'm from police. Huh? Where is that? It's in Moscow, soldier. Wait. Damn! Los Alices! Hol van a gyerek? Hát beállj, nem! Istenem már! Ilyen fék az meg. Ilyen orra van. Hova lett a gyerek? Azt mondta, hogy give me boost.
Fazd meg, dögölj már meg! Faszom. We're done here. Private Klebnikov, you can come out now. Hey, where did you go? Did he just run? How are we supposed to find him now? Swing, hey, ezt nézve, hova lett a gyerek? We shouldn't have taken eyes off him. I'm here. He's alive. It was only a couple of mutants. Are you really from Moscow? We are. I'm Colonel Miller, leader of a special task force. Artyom here is one of my subordinates. We came from Moscow on a train. Wow, this is cool. Wait a second, I'll open the gate. Ez de gagyi volt. A fizika. I thought you were rioters. We had a war here, you see. We noticed that. Igen, intézett, ja, José. A bad endinget kapod, spesz a hibás. Miért spesz? Spesz a hibás? Hogy? Nem, egyébként az lehet az egyik, hogy például öltem olyanokat, akiket nem kellett volna sajnos. Pedig láttátok, végig arra törekedtem, hogy... Wow. Oh, so the city was tough enough to live through the nuclear war, but not the civil one. How long has it been just the two of you? Almost a year. We are lucky. Had a whole box of green stuff. Like the rich guys. Azt a büdös kurva. Mi a fasz? Railgun-t csinált a pneumatikus fegyveremből. When did he leave? A month back, and he's been off the air for the last 3 weeks. I see. Do you know where he went? What was the mission? He went to that SATCOM center. We were going to leave the city in the spring. He went to go get the impact map. Said, we're sure to find a clear place if we get one. Got it. Private, we need to use your radio. Artyom, let's contact the Aurora. I'm going to get that map. We should tell them. Ez ilyen növényeket termesznek, nézd csak. Do you read me, Aurora? Oly. Colonel, read you loud and clear. How did you get on the air? A change of plans. We found the survivors. They say the SATCOM center is still there. I'm going there for the map. Artyom takes the Institute. Copy that, Colonel. How is Anna doing? Valakire? Miért kéne valakire fogni? Nem értem most... Itt volt egy izé ellátmánnyel. Zsozi, ezt árult már, ezt fejtsd már ki nekem, léci. Láncsolok. For all of us, a chance to have a real life. I'll go get that map. Meet me here. De most ezt nem értem, most miért kéne mi van? Nem vágom, és miről van szó. Great, thank you. Artyom, get geared up in the meantime. Ezzel azt akarod mondani, hogy én ilyen tipikus, mindig másra vagy senki... Tehát én egyáltalán nem lehetek hibás, csak valami vagy valaki, és most ez ilyen izé volt, ilyen... Aj, nem. Tudom, miért kell szemtelenkedni, mondjuk.
Ja nem, ez volt. Mint hogy soha nem fogom senkire egyébként. Max a játékra a szar. És most mondtam el, és az a vicc, hogy most mondtam el, hogyha bad ending van, akkor mitől van, és akkor hogy benyomod ezt a hülye szöveget. Ez pont, hogy craftolni akarok, és nem lehet. Baszki. Fire stations rioted, the committee sent in soldiers, the war broke out. And then, some died in combat, others in the fire. Not enough people to guard the entrances, so the mutants broke through everywhere. Oh, I'm sorry. Oh, I'm okay, don't worry. Hmm? Ezt fejtsd már ki, légy szíves, ezt tisztázzuk már, ez kicsit nem tetszett a mondatod. That ventilation is our exit to the station. Yes, that one! Then you go through the station, then take the right tunnel. Yeah, fasz. This thing is simple. Just take a shot if you feel sick. Thank you. So, this is what had been keeping them all alive. Ez ami Radix, vagy mi a fasz? Good luck. Remember why we are in this. The life of my daughter, your wife, is in your hands now. Now go. Mm. Most nehezen próbáljuk. Bazinkbe három műszerem van. Nem craftolni sem. Fáj a jobb csuklom. El van itt beredve. Na, ami mozog. Mi az a nagy fény? Jó, de most valami dumáltak itt a gyerek meg az ezeres metrosza. Le kell érnünk a Lenin tér állomást. A metróval a úton keresztül. Találd már, hallod? Ez most komolyan hülye? Bazenk, belelövök. Nem. Ezt nem leszünk így jóba, bazenek. Látod, egy mellé lő, bazenek. Rácélzok és nem találja el. Pedig rajta van az izé. A pötty. Még fürdik. Fürdőzik.
hogy egy, mikor meglőttem volna, mondjuk ideám, és akkor így mellé ugrott, mint hogy most ez. Pedig nem mozgott. Az is egy bug, vagy nem tudom mi ez, bazd meg, de ez tök jó. Mindenben csak bug van. Egyébként itt zajlott az élet még. Így ebbe a szarvilágba is. Tehát be van rendezve a metró, hullák. Na, ez a Novosibirsk is egykor úgy néz ki, eléggé kolonizált volt a metró ügyileg. Tehát nem egy csípőből. Csípőből halott város ez. Hú, finom töltényke, jó. Jó, give me some dance. Nem estem le. Na jó, most igen. Kurva anyád már! Ezt nem hiszem el, geci. Értem én, hogy red dot célzásra, de attól még a shotgun töltény még nem egy pögyben érkezik oda. Tehát annak van egy szórása. Tehát így van a pögy. És az körül egy ilyen nagy karikába kéne ennek sebeznie egyébként. Már! Isten faszát! Na. Kényelmesen váltogatja dolgait, bazd meg. Hát azt hihette meg, hogyha már ha így van a teste, ide lövök, mondjuk, mert ugrál, akkor így elmegy mellette a sörét. Hát bazd meg, hát annak ez ilyen nagy karikában van szórása. Tehát mint hogyha az a pötty körül még lenne egy ilyen nagy izé. Ha mások, mert hogy mondjuk ezzel mellé lövök, azt mondom, oké. Ezzel bazd meg a shotgunnal. Mondjuk van rajta ez a cső végül is. Na mindegy. Hogy mindig, mert egyszer-kétszer azt mondom, jó van, hogy mellé szűri vagy valami, de... Akkor sokáig tekeri. Spesz. Mi van spesszel? És nem spesz, hanem spesz. Ha már így írod. Hey. Ó.
Most mi van Spesszel egyébként? Most nem rajta vagy Spesszen. Hm? Nem értjük ezt most. Látszik egy egy bábuból kikelő trollal van dolgunk, gyerekek. Egy olyan érzésem az José egy official személyében. Nagyon azt érzem. Ezt mondom én is, tehát nem értem a srácot, most megint milyen baja van. De egyébként most szólok finoman a kövi ilyennél, hogy spesz vagy fog valamire, egyből bannollak. Ezt nem szeretem az én dumát, jó? Máshol. Otthon, vagy rokonaid, a barátaid, a szüleid, de nem itt, jó? Nem. Kezdem érteni mi ez agymenés, most is kurvára nem tetszik. Ez vagy tetszik, vagy nem, egyébként rohadtul érdekel. Nem fogja, mert most szóltam neki, hogy fejtse már ki, hogy mi ez a fogda, fogdrászpeszre is. És nem akarja, csak írja. Tehát most megint mondtam, hogy így miért, hogy mellélő, pedig rácélzok, és akkor spesz. Nem tudom, mi akar most ezzel elérni, de valami nagyon nem oké. Kicsit már kezd elegem lenni a szemtelenkedőkből, meg a trollkodókból. Mondhatni, rohadtul kezd elegem lenni. És egyébként most nem azért, de nem, azt tudjuk megint, hogy ki ez a gyerek. Akárki, aki bejön, én már nem bízok senkibe. Mert akármelyikük lehet ez a 100 Bence nevezető pöcs. Már rohadtul nem tud érdekelni. Nem szeretem az ilyen dumát, meg az ilyen izéket. Ilyen utalgatásokat. Na. Veszek egy kis kefírt. Csak nem érdem, hogy kell bántani velem is. Nem az, hogy bántani, nekem ez a mondat nem tetszik. Csak azért, hogy fogjuk rá valakire. Szóval, ha bad endinget kapsz, spesz lesz a hibás. Csak azért, hogy fogjuk rá valakire. Tehát ez mi? Azért vegyél már vissza egy kicsit az arcodból, légy szíves, jó? Mintha én a levegőbe fognám rá bármire, csak hogy ne én legyek a hibás. Nem, ha én elmondok valamit, az úgy van. Tehát azt nem hiába mondom. Jó lenne ezt elfogadni egyébként, csak nem lesz. Nem leszünk rosszba. Csak úgy jelzem. Finoman. Fúj, geci. Mik ezek a szék piócák? Repülni is tud. Ilyen fos... egy kúszómászó végbelek. Van egy nagy is.
Bazd meg! Hogy kerültél ide? Nem erre kell menni szerintem. Köbdös mányire. Nem bírok bemenni. Ja, és hozzáteszem Spacenek is, amikor mond valamit. Cifáltam. Az esetek 96%-ában rohadtul igaza van. Nem csak így fogjuk rá valamire vagy valakire. De igazából mindig arra kell fogni, vagy arra, ami ténylegesen tehet arról az aktuális valamiről, és ennyi. Ilyen egyszerű, és akkor meg van oldva. Ami így is szokott lenni egyébként. De látod, nem ír. Most még nem ír semmit. Amikor kell valamit, amikor ez beszeszhet, vagy mit tudom, most nagyon lesz látom. Gratulálok egyébként újdonsült trollunkhoz, vagy nem tudom. Troll gyanús emberünkhöz. Isten, fel tudja baszni a vérnyomásom néha egy-két ember egyébként. Menjek itt tovább? Itt van az a kapu. Hát itt van egy kikötő. Nem, álljunk meg. Nem vagyom annyiben, ez bassza a csőröm. Én nagyon elfelejtettem most quicksave-elgetni. Én geci nyugodt vagyok, csak már kicsit elegem van. Ilyen emberkékből. De nem igaz, ez a köpés, ez miért ilyen nagyot sebez? Ez csak egy ilyen izé, egy ilyen loot hely, vagy nem tudom. Össze tudok szedni egy-két dolgot, az jó van. Jaj, itt át tudok menni. Szóval. Várj, ezt a zenekér és botot kikapcsolom, de nem kér, nem lehet most. Kapcsoltam. Hova esett?
Igen, ez csak ilyen megálltunk egy kicsit lootolni. Közben elöltünk egy pár izét, shotgun történt, de nem baj. Istenem, a kezem. Ába a csuklom, meg a üvelykújjam. Hát elfeküdtem, és ugye zsibbadt a karom. Ráfeküdtem. Kellett így izélni, helyreállítani. Hílelni kellett. Új, bazd meg, az egész metró alagút én azt se éljük. Ezek most le fognak köpni, mond gondoltam. Vár. Istenem. Ezen a nyelven én is tudok. Ó, bazd meg, már kúszik be a nagy féreg. Ó, több is. Jaj, ne. Ne. Anyádat! Új, bazd meg. De nem tudok tovább menni. Au. Hát ezek a fényre jönnek egyébként? Csak izán.
Ölj már meg! Ah, thanks. Okay. Nem tudom, most ott végigjöttem azon, ami megint ezen a ocsmány lukon, vagy min. És ott is volt valami ajtó, de nem mentem bele, mindegy, most már megyek vissza. De... Hát ezt nem hiszem elgetsz, hogy egy köpésbe meghalok, bazna. Hát fullom, most nem is voltam olyan izé... sérült. A pióca megöli, bazd meg, a Artiumot. Pióca. Érted? A nagy hűs. Pióca általi halált. Nem az, sebezzem, bazd meg, de most... Most, jó, de nincs is hílem egyébként. Na, csak hogy ez itt leköpjön. Ügyébe, akkor ennyit, ha ilyen puhány geci vagy. Köpésbe bazony belehal. Ez akkor meghalt volna, bazd meg! Meghalt volna izébe is, amikor a Maunika showba így a vámpirág így köpött rá. Ez Csipkés Zoltánra, azt így belerohant a izé a biztonságőr, az Artium bele is halt volna. Biztiőr azt túléltem, az ilyen Neo-ba így kikerülte. Hogy elszégyelte magát a izé. A Jaucsa. Hát ez se valami vendégmarasztaló hely, mit te mondja. Köszönöm a követést! Üdv a csatornán. Lacilus Strong. Köszönöm szépen a... követés. Lacilus Strong. Oké. Köszönöm, ami jó cuccok. Jaa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 
Jó. Kicsit azért rendbe hoztuk magunkat. Innen hova? Ennyi, itt fogom leélni kis... Itt van egy kis életemet. Ó, ezen a pinán át kell mászni. Mondjuk, tudjátok, mint gondolkoztam? Már ha tudok craftolni. Tizetlen. Ugye ez a szögbelő, vagy mi a faszom, csap lövővel, vagy mivel ezzel írtam a kacokat. Tehát ne pazaroljuk már értékes alkálőszerbe az meg. Mondjuk ebből sincs olyan hű, de sok. Azt jó, megemésztette. Ez még rendben jön, nem ez az ember? Hogy a kukacban van izé ilyen rutyi? Azt nem tudtam. Oké. Világosság. Bazd meg! Történt. Jó. Jaj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 . Bánts, kérlek. Nem tudok ezen mit csinálni, ki tud ugrani, azt így lebassz a vízbe. A pióca, vagy százlábú, vagy mi ez. Kukac. Cikukac. Féreg. De féreg. Az utazásom. Már! Mász már ki! Töltsük be újra. A tüzet nem szeretik, most már rájöttem.
Ezek se. A fegyómat is feltöltem, most kapcsolok. Lehet baj. De miért esik bele a vízbe, bazd meg? Mász már kért, büdös kurva anyáda. Azt. Hogyha ilyen nem támadásban van, akkor nem tudom, meg se lőném. Én nem tudom, mi a fasz csinál, pedig meg se lökik. Így fogja, és így leesik a... Nem is értem. Vanyját már hülye izéne. Cselekedésére. Hold az meg. Na jó, álljunk meg. Ezt átváltjuk erre. Kukacok lehet, hogy lesznek a falon. Mint látok valami alagút, vagy fényt az alagút végén. Verzás is van elég komoly szinten. Gondoltam, hogy script. Sejtette. Ez erősen halucinál. Erősen. Nem tudom, mostában elkezdtem racsolni. Néha észreveszem, hogy nem R-t mondok, hanem L-t. Jaj. Elősen. Add be.
de király! Beküldtél egyet a nyakeredbe! Old school-ba a Stifler. És a Stifleres csávó. Az ez súlyos! Ha egy perces checkpointunk van. Megy itt a flash. Az meg mióta játszunk már másfél órája, nem tudom mi lesz itt. Egyébként most arra gondoltam, hogy nem ragaszkodok a két órához, tehát max, hogyha három óra lesz, akkor három. De ma tényleg befejezzük. Para, bazd meg. De ilyen para még nem volt ebben a game sorozatban. Szóval, hogy állunk. Lenin Square-nél járunk vajon? Dead City. Maga mögött hagytam a metrót. Még egyszer újra. Jó, faszom, folytatnom kell utam meg azért.
a picsa? Flashback így a háborúból, vagy milyen? Egyébként most itt vágom, hogy mi van, egy, volt ugye az első két részben is ezek a atomfantomok, vagy mik, ezek az embereknek, ezek a fekete szellemei. Most lehet, hogy... most ezek körül tudunk meg egy kicsit többet, vagy ezek körül fog forogni itt az egész, mert ugye... Ami más érdekesség volt eddig, az a... Tehát maga a mutánsok, de hát azok töltelék karakterek. Meg a Dark Ones, ugye a feketék. De azok húsvér lények. Ilyen emberi mután... Ilyen okos mutánsok. Haldoklok meg fele, bazdmeg. Taktól nem kéne még azért, ha tudok. Mint a... Hogy tönkre lett baszva a világ, bazdmeg? Szörnyű ezt nézni amúgy. Én szeretem a posztapokaliptikus sztorikat, mert lenyűgöz, de szomorú. És tudjátok mi a legszomorúbb benne? Hogy ez be is következhet. Tehát, hogy ez nem egy mese. Abbal. Jó az, hogy mutánsok... Bár az sem, mert végülis... Ez se hiába van kitalálva, mert ez egy real, hogy... A sugárzás... Folyamatos sugárz... szennyezett területen az mutációk lépnek majd föl. Nem az, hanem... Tehát maga a nyers alap, hogy kitör a tomáború, azt minden így kinéz. Hogy Fallout, most másik példa, vagy valami ilyesmi. Rage, Borderlands. Főleg, hogy lesz Paks 2-je. De nem, az más az atomerőmű. Max szivárogni tud. Az se jó, de az atombomba az pusztít, tehát azt csinál ilyen izét, az lerombol minden. Megint nincs lámpám, kurva életbe. Na, ez már valami... Ez már valami... kórházszerű valami. Elértük volna ezt az intézményt. Megszerint. Kisgyerek az kommunikál. Na most talán tudod. Hát ez egy... Egy hírcuc is jó.
Aha, ez arról a cuccról beszél, amit kereshetünk. Szellemek tombolnak. Csernobil is atomerőmű robbantás, nézzük mi lett ott. Hát igen, de pusztítás nem végzett, tehát rombolás nem végzett. Annyi, hogy a erőmű tönk, tehát a, vagyis a reaktor az felrobbant. De igen, a sugárzás, az sugárzás, igen. Bazd meg. Ez egy gorilla. Ez hogy került ide? Na ne kúr már. Vak, egyébként, ha jól láttam. Lassan megyek. Lassan jársz, tovább élsz. Alakat. Van egy érzésem. Hogy itt kell találnom egy generátort. How far from home we are.
Gyerekek. Gyerekek, ez nagyon izé... nagyon intensz. Amit volt még. És mi megy ilyen gyorsan húgolva? Miközben nem baj. Attila, jó oda vagyok magáért. Tényleg. Akkor lesz egy kis Anakin? Lesz köztünk egy kis Anakin. Eskü nekem ez a Night Vision az nem tett. Jújjúj.
Ne, menj át. Most menj át. Szerintem egyébként súgnak neki ezek a szellemek. Na, nagyon úgy így súgnak. Oh. Basz meg. Ez most ilyen Outlast érzésem van, amúgy megsúgom. Na, ez eddig a legparább hely, ami valaha volt. Killer Alex, hello, üdv a streamben. Aj, ne bazdmeg, megint ez a gorilla. Mostanáram alá. Yeah.
Hova kell eljutnom? Mi történik? Már arra bazd meg! Úgy átmásznék, bazd meg. I'm waiting for you. I want you to be there when... Szia, Bandi!
Ha újra... kell majd... Igen, nekem attól is függ, hogy milyen endingem lesz most, de nagyon félek a bad endingtől, mert gyilkoltam olyanokat, akiket nem kellett volna. Megnéztem tegnap egy ilyen guide-ot, és... Nem kaki ez a játék. Szia, Tomin. Ez a játék nem kaki, nem tökéletes, de nem kaki. Nekem nagyon tetszik. Ez ilyen nagyon Outlast, ilyen indie horror rész volt most ez, hogy kerülni kell a szörnyet, meg lopakodni, de jó volt. Sose volt kakia. Ez ilyen szerintem méltó folytatása az előző kettőnek, és az előző kettő klasszikokkal fogok játszani, az Origic-kel. Redux-at kivittük, ugye? Ó, itt van az, amit láttunk a felvételen. A diavetikön. Vigyed az egész tatyó. Ezek honnan kerültek ide? Jó, állatkertből kiszak, de pöcse is van. Már! Nem kaki ez a game. Egyébként szerintem ez eddig a legjobb Metro játék amúgy. De az előző kettő is tetszett. Jók. És mondom, nekem egy kicsi űrt érzek még az előző kettő után, hogy én is neki fogok veselkedni jobban, vagy újra. Majd... most... Na mi van, ez már végjáték? Mark, stay with me. Hold on. De mi a kisgyerek az meg védőruha nélkül mászkál kint? Ez nem érdekes egy kicsit? Ezek mi, hogy meghalnak, az meg így el van. Az első nem tetszett. Hát az egy olyan... Figyelj, az olyan, ami... A Metro játék olyan, amilyen. És szerintem jó egyébként. Annyi, hogy nagyon lineáris, tehát nem igazán... Öntés lehetőséged, hogy itt sincs, csak itt az a különbség, hogy ez is lineáris, de nyílt. Tehát ez egy áll open world. Itt sincs sok választásod, csak egy kurva nagy játszótéren játszhatsz. De jó volt, nekem tetszett. Szerintem ez a vége egyébként, vagy nem tudom, lesz-e még itt valami. Az első Redux verzióban lett teljes. Ja, de van a gyereken is én ez igen. Oh, you're alive! Alive! I thought I was all alone again. Get up, quick! He's asleep. Better leave them be when they get like this. Just a straight drive from now on. He tried to teach me to drive, but
Egyébként a bad ending lesz se baj, mert akkor kiviszem majd újra, meg az akkor magyarítással, és kisztekkeljük a good endinget. Good ending lesz, akkor meg bad endinget fogunk csinálni. Jön csak mind a kettőre, és nem fogom meg, esküszöm, nézem meg a videót. Az, hogy mire kell figyelni, vagy hogy mire nem. Bár azt már megnéztem egyébként. De majd kinyomtatok egy listát, vagy csinálok fel, akkor majd mindig követjük, hogy nézzük majd. Egyébként nem kizárt, hogy a Metro Origi végeltesokat is streamre viszem. Gondolkodom még rajta. Majd, nem most, mondom, ez olyan a jövő zenéje. Igen, a zene zseniális. Epic Store-on van meg. Ott vettem meg. Ja. Na mi van? Startium túl lehet, hogy mi a fasz? Lehet, hogy ezredes, nem? Meghalt az öreg, bazd meg! Csóri. Nincs is már rajta, izé. Maszk. Ja, hát végülis itt nem is kell a gyerek is ezzel. Egyébként, ha kijönne egy Metro film, ki tudnátok elképzelni Artiumnak? Nap?
Danny Trehon kívül. Mert Danny Trehonról tudjuk, hogy ő mindennek jó. Bármi, James Bond, Terminator, izé, minden, minden. Ez lett az aurórából, mi a fasz? Téged, igen. Jelenik, Artium, Attilum, nem Artium, Attilum. Ilyen izé, Tom Hardy. Kezek. Jake Gyllenhaal, hát... Az a baj, hogy én annyira nem kedvelem őt, amúgy nem tudom. Ura színész. Jude Law. Jude Law-t tudnám még képzelni. Careful, I don't get how he's even alive. Artyom, can you hear me? Careful, everyone. See, he got irradiated badly. And I couldn't even get a reading on the colonel's body. The counter goes off the scale. Hold on, Artyom. You fix you just fine. How could this happen? Focus, Katya! What do we do? Tell us! An emergency transfusion. We must give him as much blood as we can. Transfusion it is then. Will it save him? It will. Keep him alive for a little longer, as long as there is blood. What's his blood type? AB positive. We can give him any type. Get everyone here. Don't go to sleep, Artyom. No, you can't go to sleep now. Hello there, Artyom. How about we take a walk? Staying underground. Ja, ő van ebbe a... Ebbe a... Hang nélkül, vagy mibe. Ő az apa. Na jó színész, és nem volt olyan rossz az alakítása. Look, he's up! Can you hear me, Artyom? Don't you dare die on us. Jack Ryan ügynek. Don't you dare! We've got a whole life ahead of you. And kids! És igen, arcra jön tök ilyen Artyomos. Why did you stop? Didn't you always want to go outside? Didn't you open that airlock at the botanical gardens? This place is much better. This isn't your destination, Artyom. You're not there yet, not even close. It's not your station, it's just a dead end. Not your goal. Can you hear me? Give me your hand. Oh, you're burning up. Well, I hope this old man's blood will do something about that hot head of yours, eh? Come on, let's go. Mennek itt a flash-elések. Okay, my friend. Time to get some quality blood in the body of yours, huh? With this, you'll be up in no time. Or I'll eat my own shoes, huh? You know, I finally feel like I belong somewhere. I am no longer an outsider. You keep us together. Az egész vonat ad neki. You must survive for all of our sakes. Itt elosztó központ. Itt elosztó központ. Hear me, Artyom. Mondom. Ez nem fog valaki rögni. De nem is mindegy, hogy milyen vért kap. Valaki bele lehet halni. Look, Artyom. Lake Baikal. Makes you believe real life is possible. Not the petty rat race we had back in the metro. I just have to say, you were right, Artyom. Right for wanting to get us out, bring us here. And
The old fool. I was simply afraid. Afraid of life, as I see now. Look! He's smiling! Smiling in his sleep! He even seems to say something. It's his fever talking. He's burning up. This world is worth giving everything up for, Artyom. You were always ready. And I was too attached to my position in the rat race. I'm sorry. Sorry for what happened to Anna. Sorry for blaming you. Had I not pumped everyone up about the occupying forces, she'd never have found me. Artyom, I beg you, don't die. Stay with me, please. I don't want a life if you're not a part of it. Can you hear me? Look at me, Artyom. Look at me, please. Yes, about Anna. You will have to look out for her. Now that I can't anymore. I don't care if you go to that ocean. Just stay with her. I'm keeping her out. She can barely stand herself, but she's ready to give all her blood to him. At least the medicine helped. It's a miracle. I have a daughter. But I also wanted a son. A really stubborn one. Just like me. Like you. I really like this place. It's so clean. I'd like to stay here forever. Could you arrange that for me? And the most important thing, my time's up, Artyom. It's your turn now. Step up, lead them. Just remember that I created the Order to save people. All people, Artyom. Don't forget that. Because I somehow did. Goodbye, Commander. Time to wake up. Come on. Rise and shine, son. The fever is subsiding. I think he's getting better. Now he needs some rest. You too, Anna. We've got hope now. Fel kell, és ő lesz a robotzsaru. A robotzsaruban volt ugyanez, hogy Jan így avonta így a hetente így kinyitott a szemét egy pillanatra, és gondolj valami történt. On the shores of Baikal, where Miller took me. A clean place, just like he said. Everything around is clean. We found ourselves a home. A home at the foot of a hill, overlooking a lake. A home where we could raise our children, who will be born not in the damp and dark tunnels, but under blue sky and bright sun. Ladies and gentlemen, as the ranking officer, I propose a motion to entrust the duty of commanding the Order to Artyom. Lesz egy film, úgy fogja kívni, hogy Artyom. Arty. És az lesz a becsem, hogy Arty. Artyom. A másik meg Gordon Freeman. Kolompár Gordon Freeman tudod. The colonel once told me he created as a good end to save people. Dun 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 dun, yippee-yay-yo. I say it's time to perform this duty. Tényleg a good ending? Nem tudom, és mi a be... Baszom, arra kíváncsi lennék, csak az végig kéne vinni. Ez a good ending? Na látjátok, hogy érdemes volt, mert direkt úgy játszottam, ahogy az 1-2-vel, hogy akit csak lehet, azt nem ölöm meg. Á, mondd el, kíváncsi vagyok most már rá, de így is, úgy is ki fogjuk vinni egyébként. Akkor viszont megpróbálom majd a bad endinget megcsinálni, és akkor lehet bűnözni, nyugodtan lehet gyilkolni meg minden.
Igen, mondd el, Léci, egy-két mondatba. Na, gyerekek, véget ért a Metro Exodus végjátszás és Good Ending. Egyébként pont kérdezni akartam, hogy ez most a Good Ending. De bazeg, már kikapcsoltam ezt a kurva Nightbotot. Ment egy zene kérés, üzenet. Mégis be van kapcsolva. Na, most már ki van tényleg. Na, egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy ez most a good vagy a bad volt. Meghal Artyom is, és és anyám mondja el ezeket a monológokat a végén. Értem. Az Artyom is meghal. Na mindegy, de ugye úgy tudjuk, hogy mindig a good endingek, amik kapcsok hidak a esetleges folytatásokhoz, hogy Artyom még mindig él. És úgy néz ki, hogy végre talált otthonra leltek, meggyógyult Anna is, viszont meghalt az öreg, és ugye itt a túlvilág kapujában, vagy nem tudom hol itt mondta az öreg, hogy akkor most már Artyomnak kell átvenni az ő helyét, mivel ő is mintha a fia lenne, és vezetése született igazi vezető alkat. Na, szerintem kurva jó volt ez a játék. Fú, geci, végre egy game, amit kiviszek, és nem a hányinger, vagy a bosszúság kerüget. Jó, volt egy-két kanyar, egy-két pici szegmens, amikkel úgy nem volt teljesen fasza, de ez ilyen egy-kettő volt. Hirtelen eszembe se... mi eszembe jött az, amikor ott nagyon lopakodtunk ott abba... Nem is tudom, az egyik sivatagi kis ilyen... Ahol ilyen rabszolgák volt, nagyon sok rabszolga volt a ketrez, meg disznók. Ott egy kicsit köcsög volt a game. Mindegy, egy-két ilyen lazább, de egyébként úgy 95%-ban geci jó volt. Volt egy-két bug is, tehát azt nem értem, hogy ami nagyon piszkálja a csőröm, és egyébként sokaknak piszkálja a csőrét fórumokon is, hogy az a Heat Vision cucc az nem működik, amit felvettünk. Állítólag ez egy update-ban majd benne lesz. Továbbá a lámpánk az több helyen kihagyott, de nem csak a lámpa, hanem maga az, hogy a Night Vision-t kibe kapcsolott, tehát az F. Tehát nálam a F betűre volt kapcsolva a flashlight, ugye? És se nem kapcsolgatta ki a Night Vision-t, se nem kapcsolgatta ki a lámpát. Viszont ha nyomva tartottam, akkor bejött az a feltöltős cucc. Tehát maga a gomb működött. Ugye ezt próbáltam, hogy beszart az F. Tehát ez szerintem egy bug volt. De nagyon kevés bug volt benne, és nem annyira vészes. A sztori egyébként egész jó volt, tök jó volt, nekem tetszett. Ez a vége is egyébként tök jó volt, ez a indie horror-szerű rész. Ez az áll open world-ségért sem tudok haragudni erre a játékra egyébként, egyáltalán nem, tehát igazából elmondom nektek, nekem ez pont hogy kurva jó volt. Tehát egy kicsit néha ezek a nagyon kitágult open world-ök nekem már néha egy kicsit sok. Meg az se jó a másik lótól, de amikor geci lineáris, és akkor csak mész, azt lősz, az sem mindig jó. Ez valahol a kettő között volt, ez a játék, de úgy inkább a lineáris felé, tehát hogy próbált megmaradni az a Metro játék, csak szegmens chapterönként kaptunk egy nagyobb mappet, ahol így lehetett bejárkálni, de igazából ott is megmondta a játék, hogy most menj arra a kérdőjelre, most menj az X-re, de egy kicsi, ez egy túra játék egyébként, tehát itt tudunk ebben a posztapokaliptikus Metro világában egy kicsit kimozdulhattunk a föld alól is, mert nekem egyébként az 1-2 alatt mindig azért a fejemben, hogy oké, hogy Metro, meg ez itt tök király, de vajon mi lehet így kint? Kíváncsi lennék, hogy mit van. És megmutatták a Volga vidék, a Kaszpi-tenger vidék, a Tajga. Jó, ez jó volt. Tetszett. Nálam ez egy
10-ből egy erős 8-as ez a game. Ja, és gyönyörű a játék. Kurva szép, nagyon gyönyörű. És még nem is full graphon játszottunk, tehát például nem DX12-ztünk. Meg annyi, hogy ez a RTX-et ugye nem tudtam, hogy ezen az új kártyák. Kellenek egy picivel realisztikusabbak a fénytörések, meg az árnyékok. Egyébként néztem már egy összehasonlítás videót. Igen, én is azt mondom, hogy a egyértelműen a legerősebb része az a Kaspi map volt. Kaspi vidék. Azt mondja, miatt kezdték a 2000-es univerzum könyvek kiadását, mert sokat érdekelt, hogy mi van a világban, a többi városban. Voltak részek, ahol nem tudtad aztán a lámpát a sugárzás miatt előzőjében is. Oké, itt az alagútban azt mondom, hogy oké, meg az előző tajga vidéken is volt az ott az a rész, ahol jöttek a pókok, és akkor ott így kihagyott, mert recsegett is a Geiger cucc, meg innen. De nem azt mondom, volt a Kaspi vidéken, ahol jártam már azon a terület, fent a felszín, meg hát ott nem is voltunk föld alatt. Nem is voltunk föld alatt, és tehát ott jártam már, és ott semmi baj nem volt, és mégsem működött. Melnyik neve Miller lett, Ánya meg Anna, aha. Nem én bannoltam, hanem te bannoltad. Tóth Gabi banned Zsozi atya official. Bassza már meg, ne ivogass már! Na. Csörögnek neki, mint Facebookon. Na. Egy picit várjatok. Na, úgyhogy véget ért a Metro Exodus végjátszásom, good ending-el ezek szerint, tehát hogy úgy látszik, hogy jövedelmező volt a hozzáállásom, mert igazából nagyon sok, tehát tényleg szinte akkor öltem meg valakit még stealth közben, és amikor nagyon szükség volt rá. Viszont kicsit féltem, hogy ott a fanatikus Volga, tehát a Volga vidéken, ott a fanatikusoknál ott az első rész, ahol bemész a csónakba, a templomba, és ott mondanak, ott állítólag ott sem szabad megölni senkit, mert én azt kipucoltam, azt a helyet megöltem mindenkit, de úgy látszik, ezt elnézte nekünk a játék, mert elég sok helyen, mondom, ilyen 85%-ba adtam a good endinget. Na gyerekek, köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és a jövőben úgy néz ki, hogy most Stalker Call of Pripyatyozni fogok. Igen, marad a posztapokaliptikus vonal, meg a Rage. Most csináltam egy szavazást a Facebookon, és ott nagyon egyértelműen a Call of Pripyaty jött ki, úgyhogy a Call of Pripyaty után meg szerintem a Rage 1 lesz. Úgyhogy nagyon nagy posztapokaliptikus túladagolásunk lesz, de a Rage az nem olyan hosszú, a Stalker az hosszabb, és közben be fogok iktatni a más gameplay, egy rövidebb más játékokat, meg lesz kooperatív játék is, úgyhogy annyira nem lesz tré, jó? Na, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel a jövőben. Tudtad, hogy a Stalker Klisker az van magyar szinkron? Hát igen, van. Van egyébként Shadow of Chernobyl az is van, csak nagyon gagyik. Mondjuk a Shadow of Chernobyl az azt hiszem egy official. Na mindegy. Köszönöm, hogy itt voltatok. Rage kb. 15 óra. Igen, régen kivittem egyébként. Egyszer már kivittem azt a játékot. Na, nem húzom a szót. Tartsatok velem a legközelebb is. Gameborgat is voltam. És iratkozzatok fel mindenhova, ahol csak lehet. Kövessétek a csatornáimat. Csá, csumi, csá, puszi, pacsi, csumi.
Szegasztok! A livestream, illetve a videó itt most véget ér. Ha tetszett, és nem szeretnétek lemaradni a jövőbeni tartalmakról, akkor iratkozzatok fel. Feliratkozni. Továbbá ne felejtsétek el lájkolni és megosztani bárhol, akárhol. Mindenhol. Szeretnétek a csatorna közösség tagja lenni, akkor keressétek a Facebookon a Borg Nation. Én Borgat is voltam. Csá, csá, csá.